nagy lehetőség előtt állsz, hiszen ha minden jól alakul, akkor utazhatsz meg Tokióba egy bő hónap múlva. Hogy érzed itt magad most a válogatottnál? Köszi, jól érzem magamat, abszolút. Új közeg, új arcok, új impulzusok. Abszolút jól kezelem szerintem a szituációt. Mindenki nagyon segítőkész, és hát ez egy tényleg egy új környezet, úgyhogy ezt szokni kell még, de azt gondolom, hogy gyorsan aklimatizálódok, és a munkát azt nyomom keményen, úgyhogy a lényegi része az megvan mindig. Ha minden jól megy, akkor kicsit több mint egy hónap múlva életed első olimpiáján fogsz részt venni. Na de emlékszel-e arra az olimpiára, amit még gyerekként először láttál, és milyen emlékeket tudsz erről felidézni? Fú, talán a legrégebbi olimpián emlékszem az a Peking olimpia, amit megnyertünk. Annyit tudok felidézni, hogy ülünk a tévét, és nagyon örülünk a sikernek. Egyébként ennél több nincs meg. Azok a érzések vannak bennem, amikor kicsi vagyok és edzünk, és a csapattársammal arra beszélünk, hogy esetleg olimpián legyünk, és az elszántság, ami akkor kialakult bennünk, illetve azóta bennünk van, ezt még fel tudom idézni. Tök jó, hogy fölteszed ezt a kérdést, mert én a Balatonon néztem a családdal a 2008-as olimpiai döntőt, ahol itt egy páran aranyérmet nyertek, és én akkor Marci hevesen kijelentettem a napján, hogy anya, leviszel engem vízilabdázni, és vízilabdázó leszek. És hát valahogy végül is egyelőre úgy néz ki, hogy az vagyok, vagy az leszek, úgyhogy úgyhogy ez egy igen, pont jó válaszom van erre a kérdésedre. És azt így elképzelted már, hogy neked milyen lesz az első olimpián? Hú, nem. Azt elképzeltem már nyilván, hogy milyen olimpiát nyerni. De ezt így főleg, hogy ilyen közel van, még kicsit ilyen furcsa érzés is, hogy tényleg pár hét választ el, hogy esetleg kint lehessek az első olimpiámon. Nem szeretek azért túlzottan képzelődni. Inkább így a jelenbe élek, és tényleg lépésre szeretek haladni. Na azt mondod, hogy azt elképzelted viszont, hogy milyen olimpiát nyerni, akkor milyen a képzeletedben egy olimpiai bajnoki címet ünnepelni? Fú, hát ezt még nehéz szavakba önteni igazából. Ezt talán inkább átérezni kell majd. Szeretnék majd azután erre a kérdésre válaszolni, miután átéltem. Még kisebb koromban is fantáziáltam erről. Most is viszont, most, hogy itt van valaki a kapujában, egészen más, mint az, amikor 5 évvel ezelőtt, vagy 4 év, tök mindegy, pár évvel ezelőtt gondolkodsz rajta, amikor még nincsen valóságtartalma ezeknek a fantáziáknak. Most, hogy van, így azt gondolom, hogy ha leragadni ebben a fantáziálásban nem lenne egy bölcs döntés, úgyhogy próbálok tényleg itt lenni minden edzésen, és minden edzésen közelebb vinni magamat ahhoz, hogy utazhassak egy olimpiára. Mondjuk a gyerekét elképzelted azt, hogy olimpiában lesz, az milyen érzésekkel töltött el akkor? Nagyon sokszor, amikor láttam a magyar válogatott sikereit még a televízióban, vagy akár élőben, például Barcelonában, amikor 13-ban világbajnokságot nyertek, akkor kint voltam élőben, és egy iszonyatosan egy bizsergető érzés látni még úgy mások sikerét, hogy még nem is tudom beleélni magamat a csapat sikerébe. Aztán amikor nyer egy-két dolgot az ember, és átérzi ezt a bizsergető érzést, az amikor nem lehet lemosni a mosolyt az ember arcáról, akkor az érzés, amikor azt mondja az ember magában, hogy fú, basszus, ez milyen jó érzés, és ezt a lehető legtöbbször szeretném átélni. Az, hogy egy olimpiai győzelem milyen érzés lehet, azt nem tudom, de gondolom ez ennek a 10-20-50-100 szorosa lehet. És akár már egy olimpiai részvétel is kiváltott ilyen reakciót? Biztos, csak gondolom rövid ideig szabad annak örülni, mert utána ott az a feladat, hogy nyerni is kell, úgyhogy de biztos az is egy fantasztikus örömet jelentene. Ugye van olimpiai bajnok csapattársad, ők amúgy beszélnek erről a közösségbe, vagy ez így nem került szóba? Nem került szóba, nyilván nagyon szívesen beszélnek róla, hogyha kérdeznénk. Egyébként az jó is felhoztad, mert valószínűleg akkor ez majd egy étkezésnél téma lesz. Maguktól szerintem nem kezdenek el nagyon mesélni erről, de majd kérdezősködöm. Biztos kérdezősködöm majd róla, de hát először még be kell kerülni a csapatba, ami egy iszonyatosan nehéz feladat, úgyhogy addig meg tényleg csak arra lehet koncentrálni, hogy tudok eljutni oda, az pedig nem az álmodozás része, hanem az, hogy itt vagyok, és a jelenben minden nap megteszek minden tőlem telhetőt, hogy ott lehessek egy olimpián végre.